Sziasztok! Egy kis kihagyást követően folytassuk az elődöntőket, amiben már csak 4 fajta maradt, az amerikai bulldog, a tibeti masztif, a moszkvai őrkutya és a spanyol masztif. Ha esetleg nem láttátok a bajnokság korábbi filmjeit, a most megjelenő infokártyára kattintással nézhetitek vissza ezeket egy lejátszási listán. Ha kíváncsiak vagytok a bajnokság állására, iratkozzatok fel a csatornánkra, és ha a harangra is rákattintotok, értesítéseket fogtok kapni majd az új részekről. Ebben a fordulóban két nagy múlttal és különleges képességekkel rendelkező kutyafajtát hasonlítunk össze egymással, az amerikai bulldogot és a tibeti masztiffot. Mindkettő hatalmas termetű, rendkívüli, átlagon felüli erővel rendelkezik, és szerencsére egyik sem túl ismert, ezért az átlagnál egészségesebbnek mondható. Az amerikai bulldog egyelőre ritka Magyarországon, és a felületes szemlélő, vagy a kutyákat igazán nem ismerő, hajlamos egy hatalmasra nőtt fehér boxernek tekinteni őket. A tibeti masztif láttán az emberek zöme tanácstalan, egy kiállításon például a fülünk hallatára nevezte hosszú szőrű rottweilernek a fajtát egy apuka kisfia érdeklődésére. Nézzük meg először, hogy mit érdemes tudni röviden e két csodálatos fajtáról. Az amerikai bulldog eredete a régi, még atletikus és igazán munkakutyaként dolgozó angol bulldogokig vezethető vissza, ami a középkor és újkori Anglia egyik leggyakrabban használt munka és viador kutyája volt, és egyáltalán nem hasonlít a ma ismert, szinte mozgásképtelen és betegségekkel terhelt angol bulldogra. Az ősök a 17. századtól kezdődően kerültek Amerikába, az ide kivándorló egyszerű emberekkel, akik magukkal hozták kemény, harcedzett, jól bevált munkakutyáikat, bulldogjaikat, akikre az új világban még nehezebb feladatok vártak, a farmerek rendseit, birtokait védték a betolakodóktól, időnként a támadó indiánoktól, időnként pedig a vadállatoktól. Természetesen az új világban is használták őket viador és bikahetszerű kutyaként, de nem ez volt a fő alkalmazási területük. A tenyésztésben nem a küllem volt a fontos, hanem a túlélés. Aki jól teljesített, életben maradt, aki meg nem, az gyorsan felülrölte a kemény környezet és a számtalan veszélyforrás. Ezt a fajtát az FCI-ja mai napig nem ismerte el önálló fajtaként, részben azért sem, mert alkatileg meglehetősen heterogének. Jellemzően két alaptípust különböztetnek meg körükben, az atletikusabb és könnyebb standard típus, és a tömegesebb, nagyobb fejű bully vagy classic típust. A tibeti masztif egy több ezer éves kutyafajta, amely a mai Tibet, Nepál, Dél-Kína és Észak-India területeiről származik, és minden valószínűség szerint nomád népek tenyésztették ki őket. A modern genetikai vizsgálatok egyáltalán nem igazolják a rokonságukat a masztif típusú kutyákkal, ez az elnevezés azért ragadt rájuk, mert a tibeti régióba először érkező európaiakon keresztül terjedtek el, akik azokban az időkben minden nagytestű kutyát hajlamosak voltak masztifként azonosítani. A tibeti masztifokat, vagy inkább tibeti hegyi kutyákat a helyben élők évezredek óta nyáj, terület és ingatlan őrzésére használták és szelektálták. Fő feladatuk a jaknyájak, jurták, falvak és templomok védelme volt, tehát sokkal inkább egy nagytestű pásztorkutyának tekinthető. A források szerint többségüket napközben megkötve tartották, éjjel pedig szabadon engedték őket, hogy a gondjukra bízott területeket bejárhassák és a nyájakat őrizhessék. Múltjára jellemző, hogy már Marco Polo 13. századi útinaplóiban is megtalálható, meglehetősen pontos leírásuk. Európába először a 20. század első évtizedében került egy példány az indiai alkirály ajándékaként, 5. György angol uralkodónak. A nyugati társadalmak az 1980-as években fedezték csak fel a fajtát, és innentől kezdett terjedni világszerte. Az FCI nagyon későn, mindössze 2015-ben ismerte el önálló fajtaként, ami azért valljuk be elég meglepő. És akkor nézzük meg az 5 pontos értékelést is. 1-es, az elrettentés erőssége. Az amerikai bulldog testtömege elérheti az 50-60 kg-ot, ami döbbenetes erővel jár együtt.
ez az izmos kutya gyakran a súlyhúzó versenyek sztárja, ahol nem ritkán 1-1,5 tonna súlyt is elhúznak magukkal. Gyorsak és robbanékonyak, mozgásuk egész egyszerűen szemet gyönyörködtető. A tibeti masztív testsúlya nagyobb, 60-70 kiló körül mozog, ráadásul nagy szőre miatt még nagyobbnak tűnik. Ismervén mindkét fajtát, nagyon sokat gondolkodtunk azon, hogy kinek adjuk a pontot. Úgy véljük, hogy a tibeti masztív nagyobb tömegét kompenzálja az amerikai bulldog döbbenetes, elképesztő robbanékonysága. Hosszas tűnődés után mindkét fajtának adtunk egy pontot. Amerikai bulldog, tibeti masztív, 1-1. Kettes, az ugatás erőssége, a harapás ereje. Az amerikai bulldog esetében nem léteznek mért adatok, a harapási erősséget csak valószínűsíteni tudjuk. Talán nem tévedünk nagyot, ha az amerikai bulldog harapási erősségét a nagyobb termetű bull típusú kutyákéval megegyező szintre becsüljük, ami 300-350 PSI környékére tehető. A tibeti masztív harapási erejével kapcsolatban szintén nem találtunk hitelt érdemlő mért adatokat. A becslések a nagyobb testű pásztor és nyájőrző kutyák szintjére teszik ezt, ami hajszányival erőteljesebb az amerikai bulldogénál. Az amerikai bulldog ugatása erőteljes, hangja mély, azonban itt a tibeti masztív kerül előnybe hatalmas testméretei miatt. Amerikai bulldog, tibeti masztív, 1-2. Hármas, a képezhetőség. A képezhetőség tekintetében az amerikai bulldog előnyt élvez, ami többségében a múltjából fakad, hiszen története során végig munkakutyaként dolgozott, szelektálódott, a legkülönfélebb feladatokat kellett ellátnia változatos körülmények között. A kellő türelemmel oktatott amerikai bulldog őrzővédő feladatokra is kiváló lehet. A tibeti masztív egész története során egyedül oldotta meg a feladatait, amiket többségében tökéletesen oldott meg, képzésére egyáltalán nem volt szükség. Előnyt érzünk az amerikai bulldognál, amerikai bulldog, tibeti masztív, 2-2. Négyes, egészség és élettartam. A jó tenyészetekből választott amerikai bulldog rendkívül egészséges kutyafajta, szinte semmilyen rájellemző betegség sem található a körükben. Amióta népszerűsége ismét fellendült az 1980-as évektől, körükben is megjelent a diszplázia, ami azonban nem jellemző. Meglepő tény azonban, de sok enyhe és közepes diszpláziás amerikai bulldog is tökéletesen tünetmentesen éli le életét, élettartamuk 10-13 év. A tibeti masztif esetében ektrópium és allergia fordul elő esetenként, ritkán pedig mozgásszervi megbetegedések, ezen felül más a fajtára jellemző betegség nem ismert. A tibeti masztív akár 13 éves kort is elérheti, köszönhetően annak, hogy ősi, ellenálló fajtáról van szó, ritkán előfordulnak 15 éves egyedek is. Itt mindkét fajtának jár a pont véleményünk szerint, amerikai bulldog, tibeti masztív, 3-3. Ötös, család és gyerekbarátság. Az amerikai bulldog legendásan családszerető és nehezen viseli a gazda távollétét. Tökéletesen beilleszkedik a családokba, és mivel fájdalom küszöbük rendkívül magas, fakírként tűrik a kisebb gyerekek nyaggatásait, ugyanakkor hatalmas testőrként védik a legkisebbeket. A tibeti masztif is jól beilleszkedik a szűkenvet családi körbe. A gyerekekkel szemben is toleráns, tolerancia szintje azonban nem éri el az ilyen tekintetben birkatürelmű amerikai bulldogét, itt enyhe előnyt érzünk az amerikai bulldog részéről. Amerikai bulldog, tibeti masztif, 4-3, ami alapján egy nagyon kicsi hajszállal az amerikai bulldog jut a döntőbe. Szeretnénk elmondani és bevallani, hogy ezen a szinten már nagyon-nagyon nehéz döntéseket hoznunk, hiszen kivételes képességű kutyákról esik szó szinte minden esetben.
Minden esetre le a kalappal a tibeti masztif előtt, amely fajtának igyekszünk a későbbiekben egy önálló videót szentelni. A következő körben a moszkvai őrkutya és a spanyol masztif kerülnek majd szembe egymással, azután pedig a döntő következik. Tartsatok velünk továbbra is, és ne felejtsetek el feliratkozni a csatornánkra. Köszönjük szépen megtisztelő figyelmeteket!